Bevallom őszintén, az elején nehéz volt megszólalni. Volt azért egy nyílt színi taps, az ember ilyenkor azért kap egy nagyon komoly löketet a közönségtől. Az, hogy benne ennyiféle tehetség van, az itt bontakozott ki az évek alatt. Épp az előbb fölidézte a castingot, ahol én bevallom, nem is a Józsefre hívtam, hanem az egyik testvérre, és a castingon olyan meggyőző volt, olyan elragadó volt, hogy azt éreztem, hogy ebben a hangban benne van a szerep. És nem csak a szerep volt benne, hanem 15 év. Arany és kekés, rubin és fel, szürke és válna és pint és felfelejtsd ki. Nagyon köszönöm Szirtes tanár úrnak és a Madách Színháznak, hogy akkor rám esett a választás, ezt a dolgot megélhettem, mert lényegében a karrierem igazából itt indult el. Ma, amikor ilyen fájó szívvel, boldog, szomorúan búcsúzunk tőle, azt kell mondjam, hogy csodálatos 15 évet szerzett a József című darabnak, nekünk és önmagának. Emlékszem, a 90-es évek közepén édesanyámmal itt a Madách Színházzal szemben álltunk, itt Budapesten, és én fölnéztem, és itt sétálgattunk, és mondtam anyunak, hogy hát anyuci, én egyszer itt fogok énekelni. És lényegében a darabban van egy dal, ami úgy hangzik, hogy az álom teljesül. Hát lényegében nekem ez az álom teljesül. Én sokan reméltem, álom teljesül. Nekem mindig is voltak álmaim. Azért én 97-ben Kárpátaljáról elindultam, tényleg egy kölcsön 20 ezer forinttal, kettő farmer nadrággal és egy pólóval. És most itt állok a Madácsban, szerintem ez egy óriási dolog. Kirem Istennek célja van, nem bánthatják, mert az ígéret kórát, csak én lépem át. Boldogság és öröm volt ez az este, és szerintem nagyon jól sikerült. Nekem ez egy fantasztikus este volt, nincs bennem rossz érzés, nincs bennem szomorúság, és a végén is azért kitörtek belőlem az érzelmek, elcsuklott a hangom a dal közben. Régóta vonzott ez a szerep, meg énekelgettem ezt a fáraó nótát. Sőt, hát én már benne voltam a legelső József bemutatóba is, úgyhogy ott is táncosként kezdtem, utána lettem testvér. Barát Attila a Madách Színház egyik alapembere. Az egyik testvér volt és potifár volt hosszú-hosszú időn keresztül, és ő egy bravúros beugró ember. Egyszer, valamikor, amikor már három fáraóból egy se volt, akkor beugrott és megmentette az előadást, és aztán maradt a fáraóban. Hát annyi előadás és annyi év telt el, én azt hiszem, hogy elég hosszú ideig fürödtem ebben a musicalben. Mi történik 14 év alatt az emberrel? Minden. Megváltozik az egész élete. Megnősül, gyereke születik, a gyereke már másodikos, általános iskolás. Most itt van, nézi az előadást. Keserédes dolog elválni egy ilyen szereptől, mert talán életem egyik legnagyobb személyes sikere. De hát, hogy mondjam, eljön a pillanat, ahogy telik az idő, hogy az ember azt mondja, hogy jó, köszönöm szépen, nagyon sok boldog élményem van, és nagyon sokat kaptam ettől az előadástól és ettől a szereptől.